fény. Hare Krishna, sziasztok! Hare Krishna, sziasztok! Liszt Ferenc reptérről jelentkezünk, megérkezett ugyanis a csapat, akik Törökországban az ottani helyieknek történő ételosztásban vettek részt. Itt van mögöttem a csapat, többi tagja. Most jöttek ki frissen idén a reptérről. És akkor itt van mellettem Bhakta Vatsala Prabhu. Gondoltam, hogy örülnétek, ha mesélne pár történetet, meg hogy milyen élmény volt kint nekik, és hogyan érzik magukat. Ó, igen, köszönöm szépen a kérdést, hogy hogy érezzük magunkat. Hát nagyon fáradtam. Hát ugye 10 napot voltunk kint Törökországban, sokat utaztunk, ez is egy fáradt dolog volt, de hát ugye folyamatosan ment a főzés, folyamatosan kellett előkészülni, tehát nagyon-nagyon intenzív volt. Tehát olyan 14 órás munkanap. Igen, igen, és ugye mi a szabadban aludtunk, így meg kellett tervezni az éjszakát is. Hűteni kellett, hogy volt egy nagyon jó kis, biztos láttatok már ilyen amerikai filmekben, ilyen olajos hordót, és akkor ez át volt alakítva egy kályhának. Zseniális volt, ott melegítettük a teánkat reggel, napközben is, ugye azért napközben is ideg volt. Meg hát éjszaka is egy darabig azért laktam meleget, ott feküdtünk mellette Csabival, ugye a kamionba, Rajsa Hamsa Prabhu szakácsunk, ugye nevezték ott őt Master Chef. És, neked is volt beceneved? Nem, én nem. Nem, nem, nem. Másnak? Ugye egy Krishna Chakra Prabhu, nagy darab, azt is láttatok a képeken. Ő volt a master tester, ő volt az, aki tesztelte mindig az ételeket, és Csabi volt a katona, a soldier. És akkor hát ugye mi Csabival kinnaludtunk, és éjszaka az nagyon nagy segítség volt, hogy ugye ott volt ez a kályha, és akkor amellett tudtunk minden meg melegíteni, azért elég sok feltartunk rá, majd elég kitartott. Az ottani körülmények azok nagyon megdöbbentőek voltak, főleg amikor először átmentünk a városon, folyamatosan ledőlt házakat. Más az, amikor látja az ember a televízión keresztül, és más az, amikor ott van a rettenet, autókkal rádoltunk. Amik ki tudtak menteni a romok alól, ingóságaikat, teherautóra felpakolva, látszott, hogy vitték mindenüket, a kis életüket. Meggyötört emberek. Aztán ugye mi nem hatálynak azon a részén voltunk, ahol terveztük, mert a katonaság folyamatos kapcsolattal tartották a török Krishna hívők, és azt javasolták, hogy ne menjünk arra a területre, mert ott már osztogatások vannak, kolera is felütötte a fejét. Hát, hogy inkább azt mondták, hogy valami nyugodtabb helyet találjunk, és akkor az ottani Krishna hívők találtak egy ilyen. Hát hatalnak egy olyan részét, ami egy ilyen külvárosi rész, azt úgy képzeljétek el, mint mit tudom én, Dunakeszin, egy Görd vagy Fót. És akkor ott egy osztó helyre mentünk, ami aztán kiderült, hogy ott már egy másik szervezet elfoglalta azt a helyet, és akkor rögtönöznünk kellett, és akkor egy szomszéd, én azt hittem, hogy amúgy ismerik őket, aztán kiderült így a 10 nap után, hogy semmi közük nem volt egymáshoz, csak kijött a hölgy, hogy ide jöhettek az udvarunkra. És akkor ott állítottuk fel az udvarunkon a kis tábori konyhánkat, tehát hogy képzeljétek el, hogy iszonyat nagy kamionnal érkeztünk. Először furcsa volt, meg egy sikátorba érkeztünk a kamionnal, és kamionnal mit fogunk csinálni? És akkor azt csináltuk, hogy fogtuk szépen átpakultuk az egész kamiont, mert úgy csak úgy bedobáltak mindent, hogy gondoljatok mekkora egy kamion. Vasárnap megérkeztünk, egészen éjszakáig pakoltuk, hogy a bakáknak, a kis nehívőknek, a kis nehívőknek legyen helyük, tudjanak hol aludni. És hát az a járt, hogy kipakolás a kamionból, utána mindent visszapakoltunk rendszerezve természetesen, meg ugye azokat az alapanyagokat, amivel másnap kezdtük a főzést, azokat ugye ki is pakoltuk a rögtönzött kis konyhánkba. Másnap elindult a főzés, hát sok olyan tényező van egy ilyen tábori konyhában, amit meg kell oldani, például ugye a hidegtől ugye a gázfalaszkok ugye ledermettek, nem úgy adta a gáz, fújt a szél, hát ez az mind ott helyben kellett rögtönöznünk, de a csapat annyira felkészült, hogy is lelkes. Itt látjátok őket. Tényleg mindent megtettek azért, hogy ez az egész misszió jól sikerüljön, és ugyanúgy a török kristna hívőket is megilleti az elismerés, mert hihetetlen jól szervezték.
és ugye az a cég, aki minket támogatott, a DSV, az egy Dán szállítmányozási cég, akinek így Törökországban is van egy érdekeltsége, és ők segítettek minket is minden megvásárolni és összeszedni. Nagyon sok adomány is érkezett, ugye ebből is fogunk tovább majd működni, ez majd egyről nem tudjuk, most hazajöttünk és meg fogjuk beszélni, hogy hogy lesz tovább. De a helyiek végtelenül kedvesek, nagyon-nagyon szeretetteljesen fogadtak minket, tehát tényleg megindítva volt. És hát ugye, hogy mikor kiderült, hogy ti honnan jöttetek, és mondtuk, hogy hát Magyarországon, Magyarsztán testvérek vagyunk is. És akkor egyből még nagyobb barátságban fűzöttek. Hát a hölgy, aki szemre Szultán névre hallgatott, Szultán Maminak hívtuk, hát biztos láttatok már olyan hölgyet, aki mindenkinek az anyukája. Hát mindenkit etetett, gyere, ülj le, mindenki ott kis sürgőt forgott, ami egy kicsit azért komplikálta a napi feladatainkat. Először, hogy tesztes volt, aztán ugye hozzászoktunk, hogy hát ott ők így élnek. Jönnek, mennek, belenéznek, megnézik, mit főztél, ja, mi ízét nem így csináljuk, egy kicsit jobban főzben az ízét, a cukkinit, de végtelenül kedvesek voltak, tehát amellett, hogy voltak ugye lemondások, ugye a fürdés, mert egy kis nehéz, azért egy nap többször is fürdik, én nem tudom, nem is tudom, voltak már ilyen az életemben, hogy 3 vagy 4 napig nem fürödtem, nem, szerintem nem volt. Tehát számomra a legnagyobb lemondás az ez volt, hogy nem tudsz fürdeni 3 nap. Aztán a helyiek annyira kedvesek voltak, hogy volt egy nagy henger, akkor raktak vizet, és befűtött a fával, és akkor utána volt egy nap, amikor tudtuk öntani a bármi vizet magunkra, akkor aztán is a vizet. A wellness. De... És volt olyan félelemérzet bennetek? Hogy, mert ugye hallottuk, hogy vannak utórezgések, hogy ti éreztétek el, vagy volt-e bennetek félsz, hogy lehet, hogy reggelre itt összedől minden a fejetekből? Hát igen, mert az az épület, amiben mi, hát nem az épületben egy udvar, úgy képzeljétek el, egy két ház között egy kis udvar, és mi ott tevékenykedtünk, ott főztünk, ott mosogattunk, ott előkészítettünk, meg ott zajlott az élet igazából. Meg ott is aludtunk. Na az egyik háznak a tetején lehetett látni a rengés mechanizmait, tehát ott a födén azon volt szakadva egy kicsit, de álltak a házak, tehát én nem volt elsőre, nem nézett úgy ki, mint hogyha most ez olyan veszélyes lett volna. De azt hiszem szerda, Csabi, szerda vagy csütörtök, nem is tudom. Csütörtök viradóra. Éjszaka volt egy komoly reggel, és a két autóban aludtak, ők nem érezték. De mi igen, és nagyon-nagyon hihetett. Tehát ezt így, nem is tudom, hogy van a kazánatok otthon, de nem tudom, mindenki kazán, én ahhoz tudom, a legjobban Kisnagyobban van, és emlékszem, hogy egyszerűen túlfűtöttem ezt a kazánt, és elkezdett remegni az egész épület, és egy olyan érzés, amikor így minden remeg, ilyen borzasztó hangulat is volt. Tehát nem csak úgy, hogy remeg minden, hanem egy ilyen morajlást lehetett hallani, és remegett minden az épület, és felpattantunk, néztük, hogy az épület még áll, nem áll, mondtam a Csabinak, gyere, földrengés van, szóljunk innen. De aztán el is, tehát ez egy pillanatok műve volt, és utána megvett szerencsére, és most hallottuk, hogy most hívtak fel a követségtől, amúgy különben a követség többször is felkeresett, és hívott, hogy hol vagyunk, minden rendben van, bármi problémák van, akkor telefonáljunk, megadtak egy számot, és most, hogy megérkeztünk ide a repülőtérre, hívott a hölgy, hogy milyen helyzet velünk, rendben vagyunk-e, mondtam, hogy igen, itt vagyunk a reptéren, mondom, nagyon örül, mert most abban a helyen tartományban, ott ugyanúgy, sőt konkrétan ott azon a helyen, ahol mi ezt az egészet lebonyolítottuk, ott volt egy 6,4-es földrengés. Hát a csapat, ennek a DSV-nek azt hiszem az emberei, ugye, jól mondom, fiúk, hogy DSV-nek az emberei voltak, akik minket váltottak, és ők tovább folytatták a okay. Szóval ők tovább folytatták a munkánkat, és egyből kaptuk a hírt, hogy igen, ott, ahol konkrétan az a kis kályha volt, oda estek le a repületről a különböző tetődaradók, a törmelékek, akik el is pusztította azt a kis kályát. Szóval sajnos, hogy ott megint csak egy probléma lesz, és ez folyamatos lesz, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez nem oldódik meg. Évek lesznek. Ahogy ott az emberekkel beszélgettünk, ők is így látták, hogy az a kormány az
az ő elmondások szerint, tehát azt sem tudok csak is mondani, hogy az ő elmondások szerint nem annyira támogatja. És az emberek hogy fogadták egyébként? Tehát, hogy hogyan viselték a csapásokat? Kétségbe estek, és szomorkodtak hát, az életet. Lehetett látni annyira. Amikor megérkeztünk, a szomszéd néni ott elsírta magát, és a Google Formot a segítségével többet tudtam már egy kicsit beszélgetni, hogy beszélgetni, egy pár sort írtam neki, így egy pár vigasztaló sort, és ezt nagyon rendesen fogadtad, és mondta, hogy hát a sors ellen nem lehet mit tenni, hogy mindegy szemben mondta ezt nekem. De alapjában az emberek nem vesztették el az élethez a kedvüket, vidám, hát most vidámok, nem úgy értsétek, hogy vidámok, a gyerekek fociznak itt az utcán, kergett össze a néni, akinél helyet kaptunk, az úgy fogadott minket, ha tényleg az anyukák lett volna, a főzők nekünk, a helyi különleges anyukat, mindenféleképpen meg akarta kóstoltatni, meg maga az egész nagyon szeretettel, tehát szenvedélyesek és végtelenül nagy színűk. Elmentünk egy másik osztópontra, mert egyik este kevesebben jöttek, átvittük egy madállányi ételt, és ott is úgy fogadtak, amikor mondtuk, hogy ételt hoztunk, vagy ételt főzünk. Honnan jöttetek? Magyarországról, ahol már együtt barátok voltunk, fotózkodhattunk meg. Szóval nagyon kedvesek, végtelenül kedvesek is. És, tehát úgy annyira megtörtek, és mindegyiknek ismerőse vagy rokonnal, tehát konkrétan ugye az unokatestvére voltam hatalmat. Három gyerekük, és az egyik unokatestvér, az egy mutatta is a házat, hogy melyik van ott rá, és sajnos ott elhagytam ezt a dolgot. Nagyon köszönjük, biztos, hogy embert próbáló körülmények voltak, vagy élethelyzet, és hát hogyha a kedves nézők szeretnének visszatekinteni, akkor az elmúlt hétben keletkezett posztok alapján tájékozódhattok, hogy mi is történt az elmúlt héten. Ezen az oldalon, illetve az Ételt az Életért Alapítványnak a Facebook oldalán, illetve a honlapján is találtok visszamenőleg sok-sok fényképet, videót, tájékoztatást. Köszönjük szépen, hogy követtetek minket, és akkor mi következik most? Mi a terved erre a hétre? Még mennek a pihenni. Mi lesz veled? Hát ugye van az építkezés az alapítványnak most itt a nagy épülete, és már hívogatok Isztambulból. Hivaratotok kapcsolót, nem tudjuk a izé, nem, ez biztos itt vagy, biztos, tehát én nekem holnap mennem kell, és néznem kell, hogy a kapcsolatok kell mennek. De hát ez az de már nagyon várom, hogy meg legyen ez az épület, és ez egy fontos. Köszönjük szépen a támogatásokat, és figyelemmel is adtatok minket, és minden jó kívánságot is köszönjük szépen, mert sokan több mint 6000 adagvételt tudtunk kiosztani, és viszont ez jól szemben. Köszönjük szépen! Igen, gratulálunk a fiúknak, és köszönjük nektek is, akik folyamatosan támogatjátok az ételosztást. Nagyon sokféle adomány érkezett, kisebbek is, nagyobbak is, úgyhogy köszönjük mindannyiatoknak, illetve hogyha az 1%-otokkal tudjátok segíteni további egyházi tevékenységeket, kezdeményezéseket, akkor azt is nagyon megköszönjük. És akkor találkozunk a következő napokban, további híreket, információkat tudhattok meg majd az ételosztásról és egyéb egyházi akciókról. Szép estét mindenkinek, és éljenek a fiúk! Én tehát az Életért Alapítványnak is minden dicsőség. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Maré Krisna!